László évértékelő beszéd indul, tessék, légy szíves. Amikor engem a Vályi Laci ki szokott hívni a hatásbeszédre, azt szoktam elmondani, hogy amikor én megismerkedtem ezzel a Nuskin lehetőséggel, akkor nekem a szerelem volt első látásra. Ez igaz, ez nem duma, ez tényleg, ez a második szerelmem a Nuskin, és mára elmondhatom azt, hogy a Nuskin nekem egy létszükséglet, szükségem van rá mindenféle tekintetben. Én 2010. januári előtt soha nem hallottam erről a üzletről, akkor ismertem meg, amikor a Parangódi Laci minket megismertetett ezzel a lehetőséggel, és tényleg akkor nagyon gyors döntést hoztunk. Elég sokáig nehezen jöttek az eredmények, nyáron volt egy robbanás, utána váltakozó voltak a sikerek, kudarcok egymás után, de elmondhatom azt, hogy összességében eredményesnek értékelem ezt az évet, mégpedig azért, mert egy hosszú szakaszát le tudtam zárni az életemnek, ezt a 24 éves közalkalmazotti szakaszt, ami úgy érzem, hogy egy zsákutcába vezetett volna, és elkezdődött az életemben egy új szakasz, amely az én utam, az én jövő. Ezt most már tudom. A másik oldal a dolognak az egészség. Három gyereket nevelünk ketten a párommal, és nem voltak különösebb egészségi problémáink, kisebb, apró gondok voltak. A termékek ezeket rövid idő alatt rendbe hozták, és elmondhatom, hogy mind az öten a gyerekek is, mi is a kék értékben vagyunk. És ez egy óriási eredmény, amit elmondtam most itt a szünet, vagy a szünet előtt tartásbeszédben, most már tartósan 60 ezer fölött van az értékem. Most ősz végén volt egy elég magasnak bizonyuló végúti hőrkurut, de szerintem, hogyha nem lett volna a Nuskin, nem lettek volna Nuskin termékek, akkor ezt valószínűleg kórházban éreztem volna. És ki lábaltam belőle lábon, végig dolgoztam ezt az időszakot, és tényleg szerintem ennek köszönhetem, hogy így sikerült átérzelnem orvos nélkül ezekkel a tápláléki egészítőkkel. Éppen te kérdezted itt a hét elején, meggyógyultam, hál' Istennek, hát egy-egy köhögés még megvan, de tulajdonképpen ez ilyen pozitív. Valamilyen gyógyszert kellett szednem? Nem. Na jó. Egy szemgyógyszert szedtem, és azóta elmondhatom őszintén, hogy január óta a család egy tagja sem szedett semmiféle gyógyszert. A gyerekek órából, iskolából nem hiányoztak, előtte gyakrabban előfordult, úgyhogy ezt egy óriási hozadékának tekintem az évnek. És a másik dolog pedig az, hogy a személyiségfejlődés. Tehát itt olyan sok pozitív gondolattal találkoztam az üzlet építés során. Egyrészt azokkal az emberekkel, akik ugye itt ti vagytok, ti testesítitek meg, illetve a tágabb közösség, Anikóék is, Leményi Zsolték is sorolhatnám, illetve a képzési anyagok, a CD-k, a könyvek, a rendezvények, a flyerok, nekem a flyerok azok nagyon nagy energiát adnak minden hónapban. Nagyon szeretem ezeket a rendezvényeket. Azt nagyon sajnálom, bár azt mondtuk, hogy negatívokról nem beszélünk, hogy októberben a Sikerolimpián nem vettem részt. Ez egy óriási butaság volt tőlem. Nem tudok mentséget felhozni. Ez sajnos így történt. Ígérem azt, hogy máskor ilyen nem fog előfordulni, és előre a 2011-es évben a további eredményekért, és hajrá, Rudi. Köszönöm szépen!